Az átadás ünnepi alkalmából elsőként autentikus ruhába öltözött helyi általános iskolások foglalták el az ügyfelek számára kialakított széksort. A Vásáros-Naményi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályának megújult környezetével ettől a héttől kezdődően már az állampolgárok is találkozhatnak. Megvalósítottak belső felújításokat, kicserélték a nyílászárókat, de az épület tetőszerkezetén és homlokzatán is történtek átalakítások. Román István kormány megbízott hangsúlyozta, a megyei kormányhivatal mind a 94 épületében cél a 21. századi feltételek megteremtése. Fontosnak tartjuk azt, hogy vidéken is olyan lehetőségek legyenek az emberek számára, mint bárhol máshol az országban, és örömmel jelentem, hogy ez meg is valósul. Az elmúlt években építettünk több új járáshivatalt, felújítottunk, bővítettünk épületeket, gyakorlatilag ebből a sorba illeszkedik a Vásáros-Naményi Járáshivatal foglalkoztatási osztályának is a megújítása, ami már egy ilyen modern környezetben tudja fogadni az ügyfeleket, és természetesen a kollégáink is nap mint nap egy ilyen modernebb, tisztább, szebb környezetbe tudnak bejönni. A Vásáros-Naményi épület mellett a térségben új hivatal fogadja az ügyfeleket Fehérgyarmaton, és folyamatban van a Záhonyi járási hivatal költöztetése is. Tilki Attila országgyűlési képviselő kifejtette, ezek mind a hatékony munkavégzést és segítségnyújtást szolgálják. A jól működő közigazgatás egyik alapfeltétele az, hogy megfelelő épületekben foglaljon helyet, és ez egy tervezett munka része, hiszen Fehérgyarmati járási hivatal új hivatalépítése után most itt vagyunk a foglalkoztatási főosztály felújított épületében, és örülök annak, hogy kormány megbízott úr és államtitkár úr is hivatalosan beszélt már arról, hogy a következő ilyen nagy állomás Záhonyban egy új járási hivatalnak az építése. Az elmúlt két évben országszerte több mint 500 a közigazgatás szolgálatában álló ingatlant újítottak fel. Erről Mágy György István területi közigazgatásért felelős államtitkár beszélt. A politikus rávilágított arra, hogy a kormány 2011-ben új alapokra helyezte az állampolgárok ügyintézésének rendszerét, amihez szükséges volt a humán erőforrás megteremtése, az informatikai fejlesztések megvalósítása és az épületek felújítása. Én úgy gondolom, hogy ez az elmúlt 11 év, ez a magyar közigazgatásnak egy olyan korszaka, amelyre a későbbiekben majd úgy fognak visszaemlékezni, hogy ez egy nagyon intenzív fejlesztési időszak volt, és úgy látom, hogy a visszajelzések is egyébként kifejezetten pozitívak. Csak a kormányablakrendszerre gondolok, amelyből 310 épült meg Magyarországon is működik, kifejezetten az ügyfelek döntő többségének a megelégedésére végzik a munkát ezek a kormányablakok, de emellett természetesen a kormányhivatalok igen széles feladat és hatáskörben dolgoznak. Például itt most Vásáros-Naményben egy foglalkoztatási osztálynak az épületét újítottuk meg. A Vásáros-Naményi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályának épülete 80 millió forintból újult meg.